Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, kedves vendégek! Bocsánat. Picit nehéz megszólalni a sok inkább lelki tartalom után. Én nagyon a földhöz ragadt előadást fogok tartani. Talán a címből is látszik, hogy monostori birtokokra helyezném a hangsúlyt elsősorban. A felkérés arról szólt, hogy a magyarországi korai bencés monostorokról beszéljek. Ígérem, hogy erről is fogok beszélni, de ahhoz, hogy ezt igazán megértsük, azt gondolom, nem árt egy pillantást vetni arra, hogy ez a 11. századi bencés monostor hálózat milyen körülmények között, pontosabban milyen térbeli kontextusban jön létre. Általában azt szokás mondani, hogy tulajdonképpen itt Közép-Európában a cseh-lengyel állam alakulással párhuzamos, ugye a Magyar Királyságnak a létrejötte, és a bencés monostoroknak a megjelenése is valójában ezzel párhuzamos. Bizonyos értelemben ez természetesen igaz. Ugye Csehország egy kicsit hamarabb lép erre az útra. Bzsevnov a hagyomány szerint 3 évvel korábban létesül, mint Pannonhalma. Ráadásul ott az első férfi kolostort megelőzi egy női kolostor, ugye a prágai Szent György apáca kolostor, az majdnem 20 évvel korábbi. Hát Lengyelországban is ugye azt szokás mondani, hogy ugyanebben az időben megjelennek a bencések, ez a mezerici alapítást jelenti, ez valójában egyáltalán nem biztos, hogy lengyelnek tekinthető, ez az egyik probléma, de a másik ennél sokkal jelentősebb probléma, hogy valójában ez nem működik tovább. Tehát itt van egy alapítási kísérlet, de Lengyelországban valójában csak az 1040-es évektől jelennek meg bencés monostorok, és hát nem teljesen véletlenül hozzávettem itt a táblázatban Ausztriát is, részben azért, mert szomszédos, részben azért, mert meglepően párhuzamos történeteket lehet látni. Tulajdonképpen az ausztriai, különösen az alsó ausztriai monostoroknak a létrejötte időrendben nagyon jól illeszkedik a magyarországi monostorhálózatnak a kialakulásához, és hát a diának a jobb szélén van egy, mondjuk, hogy egy fejlődési sor, amennyiben ez fejlődésnek tekinthető. Az első oszlop mutatja a magyarországi monostor hálózatot, és hát elég jól látható, remélem, hogy igen. Szóval ezek az első oszlopok, ezek a magyarországi bencés apátságok, és valójában, hogyha monostor hálózatról kell beszélnünk, akkor ezt Magyarország esetében megtehetjük. A többieknél ez lényegesen kevésbé tehető meg. Nem teljesen független egyébként a monostor hálózatnak a kiépülése, ahogy egyébként erre Szovák Kornélnak az előadása is utalt, úgy általában az egyház szervezetnek a kialakulásától. A baloldali dia az a püspöki érseki székhelyeket mutatja nagyjából akkor, amikor Szent István meghalt, tehát tulajdonképpen az ő munkásságának is az eredménye már benne van ugye a Magyar Királyság területén, és hát ettől azért egy picikét eltér az a kép, amit látunk a bencés apátságoknál. Ez a csanádi monostor, ami ugye teljesen egyértelműen Szent Gellérthez és az ő kötődéseihez kapcsolható. Ami Szent Istvánhoz kötődik, az egy hát nagyon erősen Pannóniára összpontosító történet. Igazából még ez a zobor sem lóg ki olyan nagyon Pannóniából, mint azt esetleg gondolnánk. A 11. század végére azonban egy egészen másfajta képet látunk. Nyilván ugye a Szent Istváni alapítások ebben nagyon szépen benne maradnak, de addigra az ország egész területét, pontosabban hát azt a részét, ami olyan igazán sűrűn lakott, lefedi ez a monostorhálózat, és ugye a magyar monostorhálózatnak még van egy sajátossága, erről most beszélni nem fogok, de ezek a kis sárgák, ugye azok a bizonyos ortodox görög monostorok, amelyekből Magyarországon jó néhány van, tőlünk nyugatra azonban egy sem, tehát ez egy sajátossága a magyarországi monostor hálózatnak. Az egész képet azonban nagyon jól láthatóan a bencések határozzák meg,
És ez ugyan kilóg a jelenlegi témából, de csak röviden jelezném, hogy ez így is marad nagyjából 1400-ig. Tehát a magyarországi monostor hálózatot nagyjából 400 évig döntően a bencések fogják meghatározni, és majd csak a 15. századra tudják legalábbis létszámban, vagy kolostorok számában a koldulórendek ezt felülmúlni. Ehhez persze az is kell, hogy akkor már jóval kevesebb a bencés apátság is. Hogyha a bencés apátságokhoz tartozó birtokállományról beszélünk, akkor megint csak egy egészen érdekes kép bontakozik ki. Ugye a 11. században nagyon jól látható, hogy eléggé más képet mutat ez a birtokállomány, ez a Szent István által alapított apátságokhoz tartozó birtokállomány, nagyjából akkor, amikor István meghalt, ez pedig az 1100-ig való birtokállomány. Igaz, hogy az István halála után alapított, elsősorban egyébként Garamszentbenedeknek köszönhetően, az István halála után alapított apátságoknak már az ország keleti részében is vannak birtokai, de azért továbbra is döntően az országnak a nyugati felére támaszkodik ez a birtokállomány. Alapvetően a Dunántúl, illetve a Nyitra környéki részek, jellemzően egyébként nem a nyitrai, későbbi nyitrai püspökségnek a területe, hanem ezek mind az esztergomi érsekség területére első birtokok. A Garamszentbenedek itt azért is jeleztem külön színnel, mert hát jól láthatóan ez egy rendkívül széttagolt, nagyon, nagyon sok elemből álló, és egyébként az összes magyarországi bencés apátság között a legnagyobb birtokállományt jelenti, tulajdonképpen darabra többet kaptak, mint Pannonhalma. Nem biztos, hogy a jövedelme is nagyobb volt, ezt azért jelezném. A Pannonhalma tulajdonképpen a korai időszakban ugye saját monostorak körül, kicsit a Balaton körül, és hát főleg itt a déli területeken kap birtokokat. De érdekes módon a 11. század vége felé, amikor Szent László, ugye van ez a Szent László kori összeírás, nem csak a pannonhalmi apátságról, hanem más egyházi intézményekről is, ezzel párhuzamosan újabb adományok is vannak, és akkor Pannonhalma is kap egyébként ebben a térségben újabb birtokokat. Tehát láthatóan a korábban a Szent István által alapított apátságoknál kiegészülnek a birtokok. Pécsvárad is kap újat, Zalavár is kap újat, tulajdonképpen Bakonybérről konkrétan nem tudjuk, de valószínűleg ők is abban az időben kapnak itt a Maros mentén újabb birtokokat. Tehát jól látszik, hogy a 11. század közepe után az uralkodóknak az érdeklődési körében nagyon erősen benne van ez a keleti ország rész. Gondolhatnánk, hogy hát ugye birtokot ott szokás adni, ahol népesség is van, hogyha megnézzük a 11. századra keltezhető templomok és templom körüli temetőknek a térképét, hát akkor azért elég nagy különbség van a mintázatban. Jóval több helyen van templom, és sokkal egyenletesebb a templom hálózatnak az eloszlása, egyébként ez teljesen érthető is. Magyarán a birtok állománynak a képe az nem az a népesség eloszlásra reflektál, hanem valami másra. Itt megint csak visszautalnék Szovák Kornélnak az előadására. Ez az egész monostor hálózat 11. század végéig integráns része a királyi birtokállománynak, tehát itt nyilvánvalóan a királyság működtetésével kapcsolatos a birtokpolitika is. Ez egy alapvetően gazdasági hátterű döntés. És akkor a felvetések, ugye mi az, amit gondolhatunk, mi az, amit esetleg érdemes újra gondolni a tekintetben, amit korábban a korábbi szakirodalom alapján gondolni szokás volt. Egyrészt jól láthatóan a legkorábbi monostori birtokok olyan területen találhatók, ahol nem nagyon lehet elképzelni, hogy ne lett volna korábban gabonai szőlőtermelés. Tehát 996-tól kezdve mondjuk, hogyha Pannonhalma alapításának ezt a dátumát vesszük,
nem elképzelhető, hogy ekkora birtokokon csupán a bencéseknek a tevékenysége lett volna az, ami az a mezőgazdaságnak a megjelenését, szőlőtermelést és gabonatermelést jelentett volna. Magyarán itt ezeken a területeken a 10. században is feltételeznünk kell, hogy már jelentősebb számú olyan népesség élt, amelyik ezzel foglalkozott. Tulajdonképpen a Szent István kori monostor alapítások valóban abba a rendszerbe illeszkednek, ahogy egy-egy udvarházat, ahogy egy-egy ilyen királyi igazgatási központot mondjuk például az Ottókorban megszerveztek. Ez tökéletesen másolja azt a mintát, birtokszervezési szempontból is másolja azt a mintát, amit a birodalomban lehet látni, és korábbi előzményekre alapozott. A másik, ami azt gondolom eléggé egyértelműen kijelenthető, hogy a monostori birtokok térbeli elhelyezkedésében 1060 körül van egy koncepcióváltás. Tehát ez a korai, kifejezetten udvarházakra koncentráló, illetve a mozgó királyi udvar ellátását a középpontba helyező szemlélet helyett elindul egy másfajta, szintén gazdasági vonatkozású váltás. Ennek a nulladik fázisa az a Tihanyi és a Szekszárdi alapítás. Ez az a két apátság, amelyik először kap birtokot a Dunának a bal partján. Tehát a korábbiak azok kizárólag a Dunának a jobb partján vannak. Tihany és Szekszárd már kap a bal parton, de nagyon közel. Tehát a Tihanyi apátságnak ugye itt a koloni birtokáról van szó, ami Izsák határa, tehát ez tényleg egészen ott van közel, és ugyanez a helyzet igazából a Szekszárdi apátsággal is, tulajdonképpen Kalocsa környékére koncentrálódnak ezek a birtokok. Valójában az igazi nagy koncepcióváltás, az pontosan, ez a garamszentbeleki óriási nagy birtoktömb, amikor az uralkodó tulajdonképpen egy olyan birtok szerkezetet hoz létre, amelyik az egész országot valamiképpen átfogja. És itt nem lehet eltekinteni attól, hogy ennek a birtok állománynak a vége Erdélyben van, mégpedig az erdélyi sóbányáknak a tájékán. Magyarán itt egy olyan, valószínűleg a korabeli sókereskedelemben történt változás, ugye a só az királyi monopólium, ebben az időszakban is királyi monopólium, és a királyi sókereskedelemben történt változás állhat ennek a hátterében, erre természetesen egyetlen árvasor írott adatunk sincsen, csupán a birtokoknak az elhelyezkedéséből lehet erre következtetni, meg abból, hogy nagyjából 30 évvel később a messzesi átkelésnél, tehát a messzesi kapukban alapít Álmos herceg egy bencés apátságot, amelyiknek az volt az egyik adománya, amit ő adott, de Kálmán visszavett, és aztán második István visszaadott, tehát ez egy ilyen klasszikus, pontosan arról szól, hogy Kálmán viszonyul a szerzetesekhez, tehát az volt az egyik adománya, hogy minden sószállító szekérről jár egy kocka só, egy tömb só ennek a monostornak. Ez egy szállítási történet. Valószínűleg az a dolognak a lényege, hogy sót addig is szállítottak arra, de karavánokkal. Tehát itt a szekérrel való sószállítás, ez egy volumen növekedést jelent. Egy szekér körülbelül annyi sót visz el, mint egy fél karaván. Tehát nyilván sokkal nagyobb mennyiséget kellett kiszállítani, és a garamszentbedeknek ez az egész birtoka tulajdonképpen ennek a váltásnak egy nagyon érdekes tükre, fölfűzhető egy nagyon jól dokumentált sóútra az egész. És aztán ezt a vonalat folytatja Szent László is, aki részben ezen, meg más sóútakon ad apátságoknak birtokokat. Tulajdonképpen ez az egész összeírás történet is valamiképpen összefügg ezzel az átszervezéssel. Lássuk, ugye, úgymond, hogy miből gazdálkodunk, és az adományai és az alapításai tulajdonképpen már ebbe az újfajta szerkezetbe illeszkednek, ami röviden azt jelenti, hogy az a monostor hálózat és a hozzájuk rendelt birtokhálózat, ami a 11. században azért még mindig döntően királyi kézben van,
tulajdonképpen csak színesítik a magánalapítások. Ez valójában az ország működtetésének az egyik legfontosabb eleme. Ugye van a királyi vármegye, van a királyi udvarház, és van a királyi monostor. Ez három különböző típusú birtok, három különböző funkcióval, és ez tulajdonképpen a 11. század közepétől, hát alapvetően azt gondolom, hogy Géza és László az, aki így kiépítette. És a végül ugye a közép-európai bencés apátságokra nagyon nem jellemző az a fajta birtok állomány, és főleg az a fajta birtok eloszlás, amit a magyarországiaknál megszoktunk, és amit mi teljesen természetesnek veszünk. Az előbb már említett Jevdovi apátság a 11. században nem nagy birtokos. Abból a szempontból persze ő is illeszkedik a mintázatba, hogy az alapító egy udvarházát kapja meg, és ott jön létre az apátság. De Bzsevno a 13. században lett csak nagybirtokos, amikor a Bromové és a policei perjelséget is megalapítja. Tehát tulajdonképpen 200 évvel később lesznek ők igazából nagybirtokosok. Nyilván felmerül az emberben a kérdés, hogy na jó, akkor honnan van a minta? Hát ugyanonnan, Szovák Kornélra tudok megint csak visszautalni. Tehát ez a birodalmi, illetve nem csak a birodalmi, hanem a túloldalon, az észak-francia területeknek is a mintázata, tehát ez a Rajna jobb és bal partja. Nem akkorák ezek a birtokok, mint az igazi nagy Reichsabtei birtokok, vagy a francia királyságnak a birtokai, a királyi alapítású monostoroknak a birtokai, de azért jobban hasonlítanak arra, mint a közvetlen környezetünkben lévő cseh, osztrák, vagy lengyel apátságokra. Tehát ismét csak egy olyan szál, ami nem a közvetlen környezetünkre mutat, hanem jóval messzebb a kontinensnek, inkább a nyugati felére, ami persze azt is nyilvánvalóan felveti, hogy milyen alapokon szerveződött ez a királyság, milyen mintákat követtek azok a 11. századi uralkodók, akik a magyar királyságot megalapították, újraalapították, újjászervezték, tehát akiknek tulajdonképpen a magyar királyság középkori arculatát nagy részben köszönhetjük, és ezzel köszönöm szépen a figyelmet.